Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Mission Impossible című filmről. A Paramount eredetileg 1986-ban kezdte el a Mission Impossible mozifilm fejlesztését. Azonban mivel hosszú ideig nem történt előrelépés, 88-ban inkább rebootolták a tévésorozatot. Ugyanez nem lett túlzottan sikeres, mégis a stúdiónál folyamatosan terben volt a mozi változat elkészítése. Végül a projekt akkor vált komolyá, amikor Tom Cruise érdeklődést mutatott iránta. Sőt, meggyőzte a stúdiót, hogy az eredeti költségvetést emeljék a duplájára és beszállt saját produkciós cégével. Reza Bediét, aki több epizódot is rendezett a 66-os sorozatból, felkérte tanácsadónak a Paramount. Amikor megjelent a forgatáson, Brian De Palma félrehívta és azt mondta, hogy ez a film semmiben sem fog hasonlítani az eredeti tévésorozathoz, és a forgatáson való jelenléte csak azt eredményezné, hogy mindketten kényelmetlenül éreznék magukat. Reza Bedié megköszönte őszinteségét és nem vett részt a munkálatokban. Martin Landau, aki a 66-os szériában játszott, egy interjúban említette, hogy terben volt, hogy feltűnjön a filmben az eredeti csapat. Viszont mivel a forgatókönyv szerint a film első harmadában meghaltak volna ezek a karakterek, ezért egyik színész sem vállalta a visszatérést. Landau azt is megemlítette, hogy egyáltalán nem tetszett neki a mozi, és úgy érzi, hogy félreértelmezték a sorozatot. Szerinte a 96-os Mission Impossible egyértelműen akciófilm, miközben a széria inkább a thrillerhez állt közel. Az eredeti szériából egyetlen egy karakter van, aki feltűnik a filmben is, mégpedig Jim Phelps. A sorozatban őt Peter Graves alakítja, akit fel is kértek, hogy ismételje meg a szerepét a filmben, de nem vállalta. Az eredeti széria rajongói leginkább két dologra voltak kiakadva a film kapcsán, az egyik Jim Phelps karaktere, a másik pedig, hogy Ethan Hunt a főszereplője, nem pedig egy csapat. A Paramount meghívta a premierre az eredeti sorozat szereplőit, de mindenki visszautasította a meghívást, kivéve Greg Morrist, aki azonban vetítés közben kiviharzott és úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem tetszett neki a film. A Paramount eredetileg John McTiernan szerette volna megnyerni rendezőnek, de a direktor visszautasította a felkérést. Ezután szerződtették Brian De Palmát, aki később úgy nyilatkozott, hogy leginkább azért vállalta a film rendezését, mert mindenképpen szüksége volt egy anyagi sikerre. A rendező nem vett részt a film sajtó eseményein, és nagyon sokan annak idején arról pletykáltak, hogy ennek az az oka, hogy nem jöttek ki jól a forgatás során Tom Cruise-szal. Azt, hogy a film elejét Prágában forgassák, a rendező találta ki, arra hivatkozva, hogy nem nagyon szerepelt még a város hollywoodi filmekben. Az eredeti forgatókönyvben az Ethan és Claire közti romantikus szál sokkal komolyabb volt, azonban ennek a kihúzásához a direktor ragaszkodott, arra hivatkozott, hogy nem igazán illik a film stílusához. Amikor a 90-es évek elején elkezdte először komolyan tervezni a filmet a Paramount, több színész neve is felmerült, többek között Bruce Willis-é, John Travolta-é, Nicolas Cage-é, illetve Jean-Claude Van Damme. Később, amikor már konkrétan erről a moziról volt szó, az első jelöltjük Ethan Hunt szerepére George Clooney volt. Majd az egész projektet átírta, amikor Tom Cruise érdeklődést mutatott iránta. Jim Phelps karakterét felajánlották Al Pacino-nak, illetve Michael Douglasnek, de egyikük sem vállalta. Végül azért döntöttek John Voight mellett, mert úgy gondolták, hogy a közönség róla nem is feltételezné, hogy negatív karaktert fog alakítani a filmben. Tom Cruise leginkább azért érdeklődött a projekt iránt, mert nagy rajongója volt a sorozatnak. Ez volt az első filmje, ahol nem csak színészi, hanem produceri feladatokat is ellátott. Ennek is volt köszönhető, hogy gázsiának nagy részéről lemondott, és inkább a bevételekből akart részesülni. A rendező úgy nyilatkozott, hogy az, hogy Tom Cruise bevállalta szinte az összes akciójelenetet, nem csak az segítette elő, hogy időben be tudják fejezni a filmet, de jelentősen csökkentette a költségvetést is. Tulajdonképpen a Paramount megrendelésére készült egy forgatókönyv, de mindenki elégedetlen volt vele. Brian De Palma viccesen úgy fogalmazott, hogy olyan nagy gond nincs vele, csak rosszak a dialógusok, az akciójelenetek, illetve a történetvezetés. Végül a direktor kérésére a Paramount felbérelte David Keppet, illetve Robert Towne-t, hogy írják újra a scriptet. Végső soron az egészet átdolgozták, kivéve a sztori gerincét, az megmaradt. De a munkálatok megkezdéséig nem sikerült elkészülniük, így Robert Towne végig ott volt a forgatás során, és néhány dialógust konkrétan a felvétel előtt írt újra. Ez az egyetlen Mission Impossible film, ahol igazi maszkokat használtak, illetve praktikus effekteket, nem pedig CGI-t. Az effektekért egyébként Rob Bottin volt felelős, aki többek között a Dolog, illetve az Emlékmász című filmen is dolgozott.
A Paramount eredetileg 1995. decemberében akarta kihozni a filmet, azonban az utóforgatások, illetve a prágai helyszín okozta nehézségek miatt erre nem volt lehetőségük. Prágában a legnagyobb gondot az éjszakai felvételek során a megvilágítás jelentette. Hogy elérjék a megfelelő háttér megvilágítást, 11 generátort használtak és több mint 200 lámpát. A jelenetet az étteremmel, illetve az akváriumokkal két helyszínen vették fel. A belső részeket, illetve a robbanást a Paramount stúdióban, amikor pedig Tom Cruise menekül az utcán, a prágai óvárosban rögzítették. A híres jelenetben, amikor Tom Cruise lóg a plafonról, úgy tudták kiegyensúlyozni a testét, hogy plusz súlyokat tettek a cipőibe. Az Apple támogatta a filmet, és erre komoly reklámkampányt húzott fel. Leginkább az imázsukat akarták javítani, ugyanis igen nagyok voltak ekkortájt a cég veszteségei. Az Itun által használt laptop egy olyan termék elhelyezés a filmben, mely akkor még nem volt a piacon, sőt még csak nem is működött. A felvételeket úgy oldották meg, hogy a kijelző egy korábbi modellé. Tom Cruise ragaszkodott ahhoz, ahogy a forgatókönyvben is szerepelt, hogy a végső leszámolást egy mozgó vonat tetején vegyék fel. A tervek szerint a jelenetek egy részét a párizsi Super Expressen akarták rögzíteni, de erre nem kaptak engedélyt. Végül a vonatjelenetek külső felvételeinek egy részét Skóciában rögzítették, a többit stúdióban. A filmnek ezt a részét összesen 6 hét alatt vették fel. Valójában a párizsi Super Express felső vezetékről hajtott elektromos vonat. Azonban ez nem stimmelt volna a helikopteres üldözéssel, ezért úgy oldották meg, hogy egy gőzmozdony húzta a szerelvényeket. Wing Rames azért kapta meg Luther szerepét, mert a rendező úgy gondolta, hogy róla senki sem feltételezni a külseje alapján, hogy hacker. Az előzetesben több olyan jelenet is van, melyek nem kerültek bele a film végső változatába, ezek legtöbbi a Claire és Ethan közti romantikus szára utalnak. Abban a jelenetben, amikor Tom Cruise eltünteti a lemez Jean Reno elől, nem történt semmilyen trükk, egyszerűen Tom Cruise megtanulta a mutatványt. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Mission Impossible című filmről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálhatod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!